A cukorbeteg ellátásban kevésbé ismert a podiáter szakemberek feladata. Vendégem a Józsa András Oktatókórház lábambulanciájának munkatársa, Biriné Mika Borbála. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Hát adódik a kérdés, mit csinál egy podiáter? Nekünk az elsősorban az a feladatunk, hogy a cukorbetegeknek a lábát ellenőrizzük, mint egy szűrő jelleggel, ezeket a lábproblémákat felmérjük, és mindig egyénre szabottan tudjuk kezelni az adott elváltozásokat. Miért van ennek különös jelentősége? Miben más ez, mint egy klasszikus pedikűrös? Ugye a cukorbetegeknél a kialakult szövődmények lehetnek, ez a neuropátia, és például a motoros neuropátia következtében a lábat érintő izmok beidegzése csökken, különböző lábdeformitások jönnek létre, és a lábdeformitások alapján kóros nyomáspontok alakulnak ki. Mivel a cukorbetegeknek az érzés kiesés is előfordul, ezért ezeket a kóros nyomáspontokat nem mindig érzik úgy, hogy ez fájdalmat okozna nekik, és pillanatok alatt olyan sebek tudnak kialakulni, amik későbbiekben akár amputációhoz is vezethetnek. Az is lehet, hogy nem is veszi észre a cukorbeteg, hogy neki a talpán van valamilyen seb, ami kezd mondjuk fekélyesedni? Igen, mivel a szenzoros neuropátia következtében akár teljesen érzéketlenné válhatnak a lábaik, és olyan sebek jöhetnek létre, akár egyik óráról a másikra, fájdalmatlanul, amik későbbiekben nagyon-nagyon befolyásolják azt, hogy gyógyul-e a lábuk, nem. Miért nem szívesen vállalják a pedikűrösök a cukorbeteg lábnak a gondozását? A cukorbeteg lábak ugye sokkal sérülékenyebbek, és a pedikűrösök nem minden esetben vannak felkészülve arra, hogy egy cukorbeteget megfelelő módon ellássanak. Mind szakmai háttér hiányzik mögülük, valamint megfelelő eszközeik sem minden esetben vannak. Vérzéscsillapítással is lehet gond? Akár vérzéscsillapítással is lehet gond, akár egy pici sebzésből későbbiekben súlyos sebek alakulhatnak ki. Említette, hogy ugye cukorbetegeknél nagyon gyakori a láb csonkolás, amputáció. Mi az, amit meg tudnak előzni, vagy miben tud segíteni egy podiáter, aki szakszerűen tudja gondozni a cukorbetegnek a lábát? Ugye évente olyan 3-4 ezer nem traumás amputáció történik hazánkban cukorbetegség miatt, és ennek 85%-a megelőzhető lenne megfelelő podiátriai gondozás ápolás mellett. Mi meg tudjuk előzni, tehát egyáltalán felmérjük a cukorbetegeknek a lábstátuszát, ellenőrizzük azt, hogy milyen állapotban vannak a lábaik, valamint különböző beavatkozásokat is tudunk végezni, tehát gondolok itt a megvastagodott bőrnek az eltávolítására. Egy nagyon speciális gépünk van ehhez, különböző fejeket használunk hozzá, és ezeket a megvastagodott bőröket, hogyha eltávolítjuk, akkor utána a nyomáspontok ugye megszűnnek, és a sebzésnek a kialakulása az lényegesen csökken. Milyen gyakorisággal célszerű elvégezni ezeket a vizsgálatokat, vagy pedig önmonitorozás során, amikor a beteg úgy ítéli meg, hogy most már ideje elmenni, akkor önként megy, vagy hogy működik a rendszer? A rendszer, tehát a betegeket felhívjuk a figyelmüket arra, hogy minden este, miután megmosták a lábaikat, ellenőrizzük a talpukat, akár hozzátartozó segítségével, akár tükör segítségével, hogyha nem tudják odafordítani, hogy a talpuk teljes egészét ellenőrizni tudják. És miután, hogyha úgy gondolják, hogy van rajta bármiféle elváltozás, akkor azt igenis jelezzék vagy a házi orvosuk felé, vagy a cukorbetegségüket gondozó diabetológus felé, és általában ezekről a helyekről kapjuk leggyakrabban a betegeket, de szeptikus sebészettel, valamint az ortopédiával is szoros kapcsolatot ápolunk. Hány podiáter működik az országban is, vagy itt a megyében mondjuk? 13-an vagyunk az országban. Az nem sok. Nem. A 2015-16-os tanévben végeztünk a Miskolci Egyetemen, ez egy egészségügyi alapdiplomára épülő szakirányú továbbképzés volt, és sajnos azóta
ezt a szakot nem tudták újraindítani, tehát maradtunk továbbra is 13-an. Ehhez képest hány cukorbeteg, diagnosztizált cukorbeteg él Magyarországon? Közel 1 millió. Közel 1 millió, és itt a megyében, ami önökhöz tartozik, itt a láb ambulanciához? Mi 900 beteget láttunk el egy év alatt, de ez természetesen csak töredéke annak, ahány cukorbeteg létezik, viszont ebbe azok a betegek is benne vannak, akik többször érkeztek kontrollra hozzánk. Mi az, amit tudnának tenni? Ki az, aki tudna annak érdekében tenni valamit, hogy minél több ilyen lábambulancia jöhessen létre az országban? A megyében itt egy van, itt a József András kórházban. Igen. Sőt, igazából országosan is egy működik, ennyire komplex ellátással. Többi podiáter is készül megnyitni a lábambulanciát, illetőleg a kórházi háttér segítségével létrehozni az ambulanciát. Egyelőre még nagyon gyerekcipőben járunk. Hogy mi lenne ennek a további folytatása? Minél több podiáter, akár minden kórházban jó lenne egy, és ezzel lehetne egy országos hálózatot létrehozni, és esetleg sokkal több cukorbeteg láb megmenthető lenne ebben az esetben. Mi az, amit mennyi terhet tudnak levenni a cukorbeteg gondozást végző orvosok, vagy akár a szeptikus sebészet válláról? Nagyon sokat. Tehát cukorbeteg gondozás során nem minden esetben van arra lehetőség, hogy a cukorbeteggel még a cipőjét is levetessék, holott erre nagyon nagy szükség lenne. Mert a beteg úgy gondolja, hogy nincs rajta semmiféle elváltozás, de azért egy szakember szem ezen mást is észrevehet. Szeptikus sebészettel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, viszont ott sincs minden esetben arra lehetőség, hogy ezeket a megvastagodott bőröket ugye eltávolítsák, és nekünk erre megfelelő gépünk van, és megfelelő időnk, és így egyszerűbb. Finanszírozza az OEP ezt a tevékenységet? Finanszírozza, de ennek még a kialakítása, ez még folyamatban van kórházunkban. Hogyha átfordítanánk ezt pénzre, finanszírozás tekintetében, akkor mennyit tudnának megspórolni akár országos szinten, hogyha ez egy jól működő, kiépített hálózat lehetne? Hogyha azt vesszük, hogy egy keratotómia 1595 pont. Mi az a keratotómia? Bocsánat, tudja. Ez a megvastagodott bőrrétegnek az eltávolítása. Ez ugye német pontrendszer alapján működünk, tehát ez ugyanennyi forintban is, ez ugye testájanként kettő elszámolható, sebészeti szakmacsoport felé jelentve ezt OEP-nek leadva, egy heti 5 nap, napi 8 órás szakrendeléssel egy cirka 2,5-3,5 millió forint összeg az, amit elvégzünk. Tehát ez nagyon megérni kórházi szempontból is, a betegek szempontjából is, tehát ez mindenkinek csak előnyére válna. És hát akkor még nem beszéltünk arról, hogy kevesebb lábamputációra kerülne sor, ami megint csak terheli az OEP-nek a kasszáját. Igen. Tudnak-e tenni ennek érdekében, hogy akár a kórházak vezetése részéről, akár a diabetológusok, tehát a diabetológiai szakma részéről valamilyen jelzést küldeni a döntéshozók felé, hogy ebben érdemes lenne lépni a képzés tekintetében, és esetleg az ambulanciák számának növelése érdekében? Tehát az én osztályvezető főorvosom, a dr. Gál Zsolt főorvos úr maximálisan szívügyének tekinti ezt a diabéteses lábambulanciát, és ő teljes mértékben mellettünk áll, és azon van, hogy ez minél több óraszámban működhessen a kórházunkban. Amit még el lehetne érni, hogy ugye több podiáter képzés legyen, és megfelelő szakemberekből ugye hálózatot kialakítani, ez országos szinten is nagyon jó lenne. Külföldön, nyugaton ennek nagyon-nagyon régi hagyománya van már, és ott ez a podiáter szakma, ez egy régi elismert szakma. Egyelőre még Magyarországon nagyon gyerekcipőben járunk. Remélhetőleg nem sokáig. Reméljük. Birinémika Borbála, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba hozzánk. Köszönöm szépen én is.